Szervusz! Lovat vettem, lovasat. Milyen lovat? Vénségemre. Szervusz! Hájartunk egyet. Pénkaradja. Hajtva. Itt ebbe a körzetbe, itt 100 méter körzetbe, ahol én lakok, van az 20-25 özvegyasszony. Őszinte, finom, 2-3 csak. Mi a finom nyelv is? Mi? Lutni, budaini. Jó. Két kazanyára van mocskos ujj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 j
Törös levegőn! A világon a legjobb potencia növelő a magja, a csallány magja. Hát az angyom úgy elijesztett nekem, volt egy angyom, és együtt torottunk ki, leavultam. Luci angyodé? Nem, Kortagyarfasni, Isten nyugtassa. És azt mondta nekem, hogy tudod-e, ez olyan, amikor a leant kezdik meg, mintha a szajot nyúznak. És én úgy megijedtem, hogy megnyúznak. Hát egy kicsit fájdalmasan az iszok a barátom azért. Újra szólvoltam, és ezt fecsítem, hogy a ruhámot csak. Tudom, lefekült, mondtam, te feküdj le. Én aztán lefekszek. Lefeküdtem, mikor közelített, hogy öleljem meg, akkor túlfelé szartam le az ágyból, mert közepén ott a házukat. Az ágyat úgy csinálta meg az asztalos, hogy a deszkát, ugye ilyen régi módi ágy, a deszkát, ami tartotta a lécet, az csak két szeggel alig odalkasztotta. És akkor, amikor lefeküdtünk, akkor, pedig tényleg még akkor nem csináltunk semmit. Hup le oda a földre, ne? És akkor az ágy alól másztunk ki. Hát tényleg így volt. Marton Gyuri keresztapám csinálta. És a deszkák lásták, és le a szalmazsák, le a derekaj. És mi oda belé a lábunk, s a fejünk egy hát volt, akkor aztán kikacagtuk magunkat, s aztán valahogy csináltunk helyet magunknak, az uram kimászott, s aztán ilyet kihúzott a vizé alul. Na, ilyeneket csináltuk. Másik csengőt kötött az ágy aljára, igen, hogy hallják, amikor valamit csinálnak, hogy cseng a 70 darab kell legyen. Volt a kinek az ágya egy végben volt. Például az ennyi megy. Itt voltak a fiatalos gyerekek. Két szobában volt. Zsuzsa, annyit megettem még. A szobában volt a tiszta holmink, s esztendeig egymás végében volt. Zagyunk, jó kellett legyen. Majd nem szégyelték magukat. Mit szégyenkezik? Csendben dolgoztok, akkor nem jajgottak. Na, most van egy kérőd, hogy elbúcsúzza a lesz? Hogy ne volna? Hát itt nem merek félhez menni második szóra, a harmadik szóra, mert a kérőimhez nem merek elmenni, mert én ma annyi ideje, hogy
Gondolom, hogy úgy bénült, hogy most előről kekázzak. Minden az éjszaka. Hozzám bújni, akkor én szálltam le, ezen a felén az ajnak, akkor csalogatott vissza, akkor újra, amikor elállt meg, akkor itt szálltam le, az így ment. Hát ő hogy szenvedhetett? Nem volt kedvem, mondtam, hogy nincs kedvem nekem. Aztán látta, hogy úgy vonzódom, hát ilyen, hogy szoktak mondani, előjátékokat csinált, hogy ugye lefeküdtünk, elkezdett játszani, hogy csókolt minden nyakamot, mindent, hogy hogy szeretlek, s imádlak, s nem tudom is. Ez úgy befolyásolt aztán, hogy ez úgy bejött divatba, mint a szemés. Szervusztok, Mókuska! Hát én öregabb vagyok. Kapcsolat, minden a maga idejében. Akkor a legszebb, és akkor a legjobb. Fel azt a kávét, te viszont. Azt mondta az egyik öreg, hogy az Isten mit nem vettál, a kívánságot, és a tehetetlenséggel. Igen. A kívánság, még most tehetség nincsen, és új kívánzott dög lesz meg. Nagyon szép a terelem. A nő nem mert a férjének megmondani, hogy most
szeretnék, majd most már azt mondjak, hogy dugjunk. Hát gyere! Ezt nem mondta meg a szegény feleség a férfinak. Hanem azt mondja, hogy a lábát dugta oda, hogy avval jelezte, hogy ő most akar. Mondom, miért nem mondod meg? Hát most nem piszkáld az én lábamot, mert én cukrós vagyok. Szép volt az az ilyen dolog. Milyen mellem volt? Ó, hát... Úgy hívtak, hogy Högyös Csötülány. Hát én voltam a legszebb lány, és hát a legügyesebb is, ugye? Én abban mindjárt csókolóztam. Még vesztek értem. Hát voltak értem, kedveltem, na hát elhaza kísérhetsz, vagy jöhetsz, vagy nem jöhetsz, vagy nem köllhetsz, vagy... Szóval kis utálatos voltam, na kis beképzelt, na. Hát mondták is, hogy kis be... Hát ugye én vartam, és vartam már magamnak a ruhát, hát én mindig csinos voltam. 16 éves voltam, akkor meg a bátyámmal beiratkoztunk a tánciskolába, ugye az hát... Meg aztán, hát ugye én tudtam táncolni, hát én minden táncot tudtam. Oda nyújt tánctanár, megfogta a kezemet, vezetett a közepire. Na hát akkor ide figyeljenek, egy, kettő. Hát nem én csináltam utána. Aztán meg ugye fogott is. Vitt, mint a szélvész körbe. Hát én úgy keringőztem az első percükkelve, mint a világ. Hát én velem mutatta be az összes táncot, meg akkor a tetejében még megnyertem a szépségversenyt. Aztán, na mindjárt tudtam, hogy honnan fúj a szél. Aztán mondom, most megyek. Azt mondja, jó estét, kislány, ne siessen annyira. Elkísérem haza, ha megengedi. Csak jöjjön. Eljött, elkísért 50 évig.
Erzsi, Erzsébet. Föl az üres üvegeket, és hallom, hogy zörög ebbe szobába valami. Hát mondom, hogyan került ide macska? És ahogy ezt elgondolom, nyílik a szobajtó, és kiugrik a gyerek, 45 éves, hát elvált ember volt. Kiugrik, én meg fölfogom a sörös üveget, és fejbe vágom, így megfordulok, és ahogy fut ki, fejbe ütöttem, elfaladt. Látom az ablakból, hogy megy be az öreg, viszi a bort. Na megállj, mondom, adok neked ebből a bérmancsővel. Csak egyet vághassak utánad. Elfelejtette, hogy hogyan küldi hozzám begyűni. Hát azt megyek, mondom, itt van ez a szemét, de már akkor azt ott mondom a konyhajtó előtt. És az meg így csinál, az ajtóba ül az asztalnál, ezen mód. És azt mondja, na mi van? Azt mondja nekem. De én már akkor erre szóra odaérek, és fogom azt a vas csövet, én úgy fejbe vágtam, hogy az elfelejtett mindent. És egymás után, ahogy mind a csépszekén, én azt ütöttem, vágtam abban a vas csővel, míg le nem bukott a székről. Agyon csaptam a Danóczy Latit. 80 éves voltam. Hát a börtönbe.
Kisa a gyerek. Szerelem, ha sírig kell tartson, akkor tartson, s legyen boldog, csókoljad, igényeit elégíts ki. A hites azt mondja, ha tisztában van a kezed, s a férjed mélyen áll, vedd ki a tisztából a kezed, és mozd meg, s az igényét elégíts ki, és azután is tudsz dagasztani. Olyan hip-hops, kénes, hogy nekem ha jól esett, és ha nem esett jól, és csak ő haladjon. Hát milyen, amikor valaki, most látom a filmekben, a televízióban, hogy milyen szerelem, és mondom, ebben nem volt rész. Úgy esett, mint a hatunkban, aki is szúrták volna sokszor, no, de hát a férfinak elmondtad a hitet, akkor hagyni kell. És kész. A férfi ott legyen, ahol kell. Tetején. Felelemelti a lábáját. A nő megfogta az embernek a fejét, megtörökölte. Tudta, hogy most élvez. Nem, ne menj el. Maradjál. Most a legjobb. Hm? Máma bíva. Férfi lefekszik, nő rákutorodik, és löködi mind maga hajnalt. Majd elszakad a derekat, a fegyver majdnem eltörik. Nem, átölelni, megcsókolni, megsimogatni. Kégyelált a aranyos kis csucskát, megsimogatni. És az ember összeborul. És úgy tették. Még egyszer. Nem volt az a csórira vetkezés egy mars mellett, egy mars előtt. Nem, hát én nem, azt sem tudom mikor. Szóval én tiszta csórira az uram előtt nem vetkeztem le. Egy artalan, hogy én egy bugyis, egy valami ing vagy valami rajtam, én nem vetkeztem le. Egy artalan. Nem voltunk mi ehhez hézaszokva sem, de nem is követelték. Megcsokoltuk egymás arcát, és átlag noha szájon csokoltuk egymást, az ma, a ma erős szeretet volt. Ez ma nagy szeretet volt. No, de csak ott ház előtt nem volt az, hogy a nyelvünket dugjuk be egymás szájába. Jó Istenem! Az idős nénik nem hordtak bugyit. Hát azok úgy féltek a hönger gözistől, hogy a szék szakadt. Egy-egy pohár pálinka, még minden. Ez ugye a júnyíréseknél, azt amikor
elmentek fel az erdőre, ugye, meg kellett nyírni a juhokat, és akkor aztán kapták el a férfiak a nőket, és be az oldalon, hengörgőztek. Kövér. Hát igen. De mindenhol megvan ma. Megvan. Minden szép az a kéknek felállás. De milyen szép. Hisz édesanyám, édesanyám hoztunk néked. Langoló szívet, oltárodra piros rózsát, kéknek felállítsét. Csak nem tudok te be belőled. Itt a lépőkén még jönnek. Ja, már füst van, úgyhogy így már lesz valami. Tudja, hogy hogy mondtuk ezelőtt, füst bűnösre és langigazra. Langigazra, igen. Parancsolja. Na, Istennek legyen Isten arra, mai napét, Isten éltesse. Legyen, hogy meg segget kérhettünk ide, és ma segjen meg az étára, segjen meg a hazamenésre. Ma a tüzes jobban fog égni, meglátszál, segítjük. És ez a tegyele Pista bácsi. Igen. Az elkapódhat, milyen jól tudta szöngörőzni az az ember. Haj. Mert azt tudja, a karját, a könyökit ügyesen. Vétette a magad alájat tette, és a lábával leszecsipte a talábodot, úgyhogy szoknyát se terült se semmi. Úgy mentünk ott, hogy nem is éreztem, amikor ő volt felül, hogy szöngörőzünk. Nem a férjemet. Mikor melyik férfinak ki megtetszett, ha kapta el, szóval hengerőzött. És aztán ő volt még fétékenséges, ugyes. Ez már jól van, nincs jól? Melyik? Ez az én. No, nem mondja, ugye hallgatkozik vele, hogy mi járt el bokorba. Hát igen, ha mondtam, nem jártam be. Hát akkor hogy hengerőztek? Hát úgy hengerőztünk, hogy amikor oda beértünk az ajba, akkor felkötünk. Úgy, amint. Úgy, amint, évó. Bűntagadva, ja? Hát nem, ez beszél. Menj a vonat meg. A vénkecske is megnyolyorszik. Szuruk lassan, szuruk. Szuruk sá. Sá. Ué. Ué, hajt szelébe. Ué. Na, rájszak. Ma ügyesebben. Hát most már így. Sa, gyere. Sa, hajt. Hajt, tudom. Hajt, Szeli, sa. Sa, ne. Rostó, ott az anya, hogy itt hajt. Sa, oda né. Sa, oda né. Mit csinál? Mit szért a lánked? Eljött egy Szent Tamási ember, Leon kérőbe. Tudja mit? Maga menjen haza. Ingemet ne kérjen, az agyamnak gondot, csapinamnak dolgot nem szérzek. Jól kitalálta, érted? Mindjárt rajtunk van a szót. Hiszem ablót, elelem a babámot. Úgy sem érem keresztül a világot.
elmentünk Ferivel Dánfalába fizetni. És ugye ott most már a csipánk annyira kinyílt, hogy két kádba fizettünk, ez így igaz, egy fürkébe. És akkor ugye levetkezett ő és én is. És akkor már most, körül a tavaly, szégyen nem volt annyi. Hát egy kicsit üresztettem magamot, de hát ott ezt felkapott, eszenyolt, és összecsokolgatott, és vége volt a világnak, amit nem csinált, ugye. És akkor is szép. De tényleg buták voltunk, s féltünk, és a sok jótól el maradtunk mű. Most már nem. Hiányzott a házat, hiányzott a házat, hiányzott a házat. Tudod, akkor már töri meg az embert. Annyira szédűsz, hogy még azt a hóármért nem lehet biciklira ülni. Hát dehogy nem. A szív, az sírig tud szeretni. Az egyszer biztos. Az tiszta munka. Sírig. Hát hallod, úgy egy kicsit. Hogy? Úgy egy kicsit rosszul esett, de hát aztán vele nyugodtam. Szemüvegem, szemüvegem. Hogy nem ezt szaradtad? Ilyen más, ilyen más, hogy ne szaradnél. Ó, te feleségem, etettem bévig, mostam le a testét, minden, ami csak létezett. Aztán, amikor összepiszkolta magát, magyaráltam aprólékoson, akkor szerencsére el tudtam, mert megtanultam a kórházban, hogy kell bánni az olyan beteggel. Elmentem az erdőre, ott szedegettem neki egy kicsi vázokba olyan erdei piros eprét. Közben, amikor hazajöttem, akkor nekiálltam főzni húslevest. Húslevest. Még sütöttem ilyen
vékony, ahogy szokani még, hogy hégpalacsintát, azt a vékonyat, amit hamar lehet sütni. És akkor este, utolsó este már a nagy paradicsa előtt, akkor aztán azt mondja nekem, a feleségem, hogy tudd meg, hogy nem állhattalak soha. Hát aztán mondtam neki, akkor miért ültél véle, mondtam neki, ha nem állhattál. Aztán elmúlt, oda van. A szomszédban, másik utcában laktunk, nem itt. Egy fiatalabb, mint én, fiatalabb férfi vagy 7 évvel. Aval összeadta magát. Aztán mindig használta, hogy úgy mondjam, na, magyarul használta. Itt kaptam el, mégint az én házamba, éppen úgy volt egy olyan kis spice, mint van itt nekem a spice. Ott csinálták a dolgokat. Mikor benyitottam, a házba kintről, akkor láttam, hogy mit csinálnak. Még ennyit csinált a feleségem, mikor engem meglepődött, mikor én nyitottam az ajtót. Azt mondja nekem, hogy annyit csináltam, mikor meglátott. Aztán én fogtam magam, láttam, hogy mert ott a spájzban volt egy létrán fel a padlásra, a férfi felszaladt oda. Én még aztán, hogy tudjon elmenni, ne verekedjünk össze, én elmentem ki az udvarra, akkor ment el a férfi. De soha mégsem nem is említettem fel a feleségemnek, hogy hogy viselkedett. Olyan gondolkodásra volt, hogy mégis átadta magát másnak, úgy, hogy. Azután aztán nem csak a szomszédjával történt, hanem a megyei brigádosokkal is csinálta. Csak mondom, hogy kétszer álmodtam véle itt az ágyba. De már reggel, amikor felébredtem, már olyan úgy el voltam vidámulva, hogy álmodtam véle. Igazán. Olyan volt, hogy ha most is nagy, most már akkora igénye volt, hogy mondom, neki kell esni azt. Én nem lettem volna, és ajánlani, se így, se úgy neki. Úgy menjünk ki a hegybe, oda nem messze van ott a fürdőről, és szabad levegőre, és letesik a pokroszot félre, ahol annyit nem járnak emberek. Ott elbeszélgáltunk, megeszünk, megiszunk, meglátogatunk. És azt mondja, hogy miért? Massza semmi is fog meg jól. Tehát ott a kardban volt, amilyen volt. Na, hogy legyek őszinte. Jól mondom-e? Na. Kardban volt, amilyen volt. És akkor mondom, jó, ja, nem jó az így. Hát akkor a karás fiatalabbat, erősebbet, amelyik csinál téged szóval, tökéletesen. Jó, hát te jó vagy, jó. Na, gondolatban de hát tovább nincsen. Na, hagyd végig, jó, hát te így.
tudja az a kemét. Jót nem kapok, s rossz nem kell. Szerelem, a csókolózás, az itt bolondultam életén, mert most is ott vagyok. Azt se tudtam egy jó darabig, hogy mi az élvezés. Mi az élvezés? A férjem 77 éves volt, amikor meghalt. 67 éves, na bocsánat, 67 éves, és akkor én 3 évvel kisebb vagyok tőle. Halála után sok idő eltőtt, most ezért, ugye fölöttem, mosakodtam, ugye jártam munkába, mentem inni, hitt a privát helyes, főz is mindig. Lefeküdtem, megmosakodtam, és éreztem, hogy mikor örökké magamot úgy mosom, hirtelenül, alig ért a kezem úgy oda, és hirtelenül éreztem egy olyan, hogy olyan, mintha vér megfutott volna bennem, vagy mi. S hát ez volt. Na, mondom, most volna egy ember, egy jó szeretett valaki csoda, de ki? Én 13 éves voltam, 14. A nagyvilágban olyan fiatal leánykat elmert engedni, mert el kellett engedni. 5 évig és 3 hónapot szolgáltam idegenbe. És én még el sem voltam alulva, és hát egyszerűen fürdőszobor nyílik. És én már befelé voltam fordulat akaró alatt, nézem, hogy hát mit akar gazdámat, hova akar, ki akar menni, vagy mi akar. És hát a pizsoma felső részében volt. Én addig soha életemben farkat nem láttam. Egy nagy mocskos, büdös, nagy farokkal oda. Felgyújtott a villant, és nézett oda, hogy én nézek egy vissza. És akkor én megijedtem, befelé a fal felé. Gondoltam, hogy hogy menjen el visszafelé. Még akkor sem gondoltam, hogy Jövel már úgy felkapta a csergét, hogy teljesen így, mint a levegőben, és egyben befeküdt melléje. Ahol a felállott fasztával, hogy így mondja. Én felhúzottam a falra. Nekem ott füvet, falat, mindent így írt. Üttem a falat, ordítottam, segítség, segít. És pontosan a két kicsi art 6 éves fiacskája, és a 3 éves kislány jöttek keresztül, mert pont a fal,
mellett ott volt nekik az ágyuk. Ekkor gazda, gyorsan felszedte magát, önt vágott kettőt a gyermeknek az orcájára, hogy az ujjahájai zajtott. Mit jöttettek ide? Igen. S hát kopogtatnak itt az ajtón, s hát az ünöses jöttek. Mondjuk, hogy így áll a szívemmel, akármilyen öreg vagyok, mert szeretem a jócsa, szépet, és minden, de fiatal van, nem tudnám csinálni, nekem öreg nem kellett a szigaj. Egy olyan fiatal tartani, ha itt olyan van a világ, vagy itt a falun és olyan van, hogy titokban tartsa egy szeretőt. Mondom, én most minden fiatalnak azt mondom, hogy amíg jól esik, csináljon. Ne tartogassam, hát most már... Most szárad. Most kirúgottam, hogy na, kúj! Úgy fajt, hogy az elkezd. Úgy gondoljuk. Ott nincsen nedvesség. Fogy el a víz belőle. Az energia miért? A kút meg a gémje szárad, és nem, hát az sincs. A gémjétről. Szóval kimaradtunk, nem baj. Itt van most. Töröm a fejemet. Hogy? Hát itt van 60 éves, fiatalok, kész. Hogy? És nem is egy. De nem, hogy minden este vagy tudja fene, az már nem ment ahhoz, hogy 20 éves koromban se. De van úgy, hogy megkívánja az ember. Virogatom. Na, meccélj rá. Hogy mondtam? Veronka egy nagyon finom asszony. Rögtön is elfogadna.
szerettem a nőket, szerettem az italt, szerettem a táncot, szerettem a dolgot. Hogy nem hiába jött el a nap, értem. Életem az volt. Ennél szebb és jobb dolgot az életben nem tudok, mint az, hogy szerelmes lenni. Festen az utcán, szét a lekiszlán. Utána egy gavallér, gallér a nyakán. Azt ugye, hogy volt, ugye, mikor nekem szóltak, akkor már a fájásai voltak. Igen. Le kellett feküdjön, jött egy lap. Egy lap. Vettem a pelenkát, szépen azt nyomtam vissza, mondtam, Erzsi, fáj-e, ha fáj, szóljál. Nem mondtam, hogy mit csinálok. Igen, igen, jó. Azt a lábat nyomtam vissza, mondta, nem fáj. De vagy háromszor kijött, úgy csak az egy láb. Akkor, mikor visszanyomtam, megláttam, hogy a kicsi... Panakai. Ha nem, a hargasinánál jő egy, valahogy van egy kicsi bog. Azzal szépen oda nyúltam a pelenkával, és azt megfogtam, és kezdtem húzni, és a másikot így tartottam visszafelé. Azt addig húztam elé a másik lába, hogy a két lába kijött. Akkor felakadtak a kezeim, nem, a keze nem jött. Így maradt. És akkor én így fogtam, hogy nehogy ugye, repedjen, és éreztem, hogy a szívverése gyengül. Mondom, nyomja, Erzsi már Leanka bájba, meg azt mondja, Leankai. Ez is Leankai. És mondom, nem tudom micsoda. Megijedtem, hogy nem nyomja ki, hogy megmondta, hogy Leanka. Na azt addig kínlottam vele, hogy csak a kezei, és akkor azt egyként megszületett, de abszolút megkékülve, semmi hang, semmi. Próbáltam labanál fogva egy hintasztatni, és minden, de nem. Letettem a száját, megtöröltem, és kezdtem fújni a szájába. Igen. A levegőt, és akkor... Gizi akkor lesett ki a kamarajtón. Jött attól a Jula néni konyhájából, és attól lesett, és azt mondja, jaj, Veronka, nem utálod, mondom, annél tisztább soha nem lesz. Nem, mit utálsz ezzel? Na aztán felsírt a Leanka, hagytam egyet, jót sírjon, akkor elvágtam a ködökit, vettem kékszaszt, kértem minden, elvágtam a ködökit, mikor kezdtem bépolyálni, lapitón vágja meg. Akkor jött a... Jaj, van lapitón, vagy üsse meg. Nem látok. Na. Mikor az orvos felhozta a Szent Gergyi, azt mondta Veronka, néni nem tudom, hogy mondta. Veronka én így mondta. Ennek csak. Nem fogta volna itthon neki. Hát Csilla meghalt volna, ha nem lettem volna. Mert nem tudtam volna megszülni. Kellett volna vigyék. De nem tudta volna megszülni, és nem addig már meghalt volna. Mert mondom, úgy elhalva volt, olyan kék volt, mind a kék posztodja. Tessék megszülni. Megmosakodott minden az Úristen, hogy ott egy ilyen úr van, ha lefekszik, hát akkor ő legyen ugye olyan. Jó az illata. Azt mondja, de figyelj, menj vissza, menj haza, nekem természetesen hónap vagy hónap. Hogy az a szagodat?
Nekem nem mosakos, ne kándvé semmi parfümbe. Annyi parfümöt kaptam én a feleségemtől nekem. Nekem legyen meg a rendőrszobja. Azt mondja, azt mondta volt az én unoka, nem a nagybátyám, a Dobos Imre bácsi, Isten nyugtassa, hogy a jó pinának a mosolyszaga van. János Bád azt mondta, jó pinának olyan szagja van, mint a herénynek. Ajjajjaj! A herénynek. Isten! Azt szerette. No. De valami van benne, mert van olyan, hogy a bőrö... Hát látod, a dinekben szénekelik, hogy a bőrö villog. Ide figyelj, nem a tiótnak. Igen, na. Ugye nem nagyon tudtunk élvezni. Sa-sa-sa-sa-sa. És akkor azt mondta, hogy mikor a Magda lakadalma volt, Mari lakadalma volt, Krisztina néni közebb tízesből, ő volt a szakácsi. És ugye panaszkodtunk fiatal asszonyok, Kadar. Hogy... Kadar. Igen, Krisztina hogy nem tudunk néni. Élvezni. Igen. És azt mondja, ó, sok marha buta szamar. No. Hát mi? Krisztina néni legyen szíves. Nem igaz, egyszer azt még megcsináljuk, és azt Krisztina néni legyen szíves, mondja még. Nem. Na azt mondja, én megmondom, hogy még férfi nélkül ezt tudtok élvezni. Jaj, Krisztina néni, hogy? Hazamentek, férfiak, hunyák, beszemek egy csapilokat. Tegyetek az ujjatokra egy kicsi disznyózsírt. Sa-sa-sa-sa-sa, a kiteket. És azt mondja, úgy tudtok élvezni, mint a hajdermény közül. Ebből ma nem kérek. Na, álljon meg! Nem, ma nem számítok kérni, vagy nem kérni. Megpróbáltam, hazaértem, megpróbáltam. Úgy lehet élvezni, mint a füst. Nem, akar, ebből nem kérek. Jaj, miket tanultam. Én azt megértem, hogy esetleg tud. De szárazom, no. De. Puszi nélkül, se kicsi édesség nélkül, jó, se kicsi előjáték nélkül, se kicsi minden nélkül. Megmondtam, nem ér meg egy nagy rakás, ganyi rakás. Hát mondom, hogy én szárazom, te szárazom. Hát az kutya fasza, én szárazom. Milyen a szárazom nélkül? Hát az, amit elmondtam. Az nem ér semmit. Ebből már nem kérek ebből a szerelémből. Jó, hát nem szerelém komoszom. Hát csak egy írvezakó. Szárazom. Ebből ma nem kérlek. Férfi nélkül? Próbáld meg azt a... Én most ő! Próbáld meg azt a szarodat! Na, kifelé! Gyerünk! Magának a... Hajé, Róza néni! A csicsei megtartsa, akkor jó puha lesz, hogy... Nem, a csicsei lesz, semmi baja nem lesz. Szép blúzomot békenje. Aha. Oda érja, nem terik ezt. Hol a Róza néni? Én ide lehézelek, megpróbálok. Nem adott meg. Le kell fékezzem magam. Ide figyelj, mikor oda érek, hogy van a szőres üzével, egyet koppincsó rea. Bárba megint. Ne. Ne. Meg ne lesz meg. Na, bájam, ma talítom. Na. Mit megyek? Megyek? Hogy megyek? Thank you.